tévedés. Na, azt mondja, hogy a triplán gomolygó füstcsíkot húzva maga után shovelt. Shovel, az még mi a fene? A triplán gomolygó füstcsíkot húzva maga után shovelt, mint közelebb az óceán felé, in sight of this spar. És valami tehetetlenül bámulta, ahogy a pilóta vergődve igyekszik szabadulni a szűk cockpitből, majd gépével együtt crashes into the water. Inside of the spar. Elnézést a zavarásért. Én tulajdonképpen csöngetni akartam, de hát így, hogy szóval, hogy nincs ajtó. Milyen lakályos. Szóval maga az új szomszéd. Üdvözlöm. Remélem, jól érzi majd itt magát. Persze, illetve én is remélem. Hát akkor ismerkedjünk meg, ha megengedi. Lídia, Mihocsi Lídia. Torda Milán. Nem akarom zavarni, csak ha megengedni egy kicsit. Néhány percig maradnék. Itt? A telefont várok. Ja, persze, persze. Ide? Ó, persze, hát honnan is tudhatná? Tudja, ön az egyetlen, akinek telefonja van az emeletünkön. Illetve a szegény Kösner bácsi, aki itt maga előtt, ugye? Jaj, de helyes! Látja, ez igazán remek gondolat volt. Szóval a Kösner bácsi, amikor a posta közölte, hogy beszereli az a telefonokat egy napon belül, akkor még így volt, egy napon belül. Szóval kizárólag a Kösner bácsinak volt rá pénze, vagy 12 000 forintot kellett volna hirtelenében előteremteni. Képzelheti. Kösner bácsi viszont benyúlt a matracába, előkapta a bukszáját és kész. Azzal hentegett, hogy ő soha egy pillanatig sem bízott az OTP-ben, és erre soha nem is fizetett rá. Milyen igaza volt. Az egész ház ide járt telefonálni. Csodálkoztunk is. Öt szegényt a kutya se kereste. Mire kellett neki az a telefon? De én megfejtettem. Igazán? Ó, igen, én nagy rejtvényfejtő vagyok. Szóval a Kösner bácsi. Szegény kis öregre rá se bagóztak. Mondta is, hogy ő akár itt dögölhet meg. Senki se venné észre, csak ha már kipálott a szaga a lépcsőházba. Így mondta, igen, ilyen kifejezéseket használt. De aztán meglett a telefonja, és az egész ház itt sürgött körülötte. Még majonézes karfiolt is hoztak neki, meg diabetikus baraclekvárt, mert hogy cukros volt szegény. Na de nem akarom zavarni, csak megvárom a telefonomat, és már megyek is mindjárt 4 óra. Persze, persze, csak foglaljon helyet. Kissé még kezdetlegesek az állapotok, de azért én helyet foglalok. Na, azt mondja, hogy spar. Na, mit szól? Remek. Én minden helyzetben feltalálom magam. Kislánykoromban volt egy babám, olyan pislogos. A szomszéd Bélus kinyomta az egyik szemét. Erre a másik is kancsal lett. De akkor én a Bélust, és mondta is az apukám, hé, maga nem is figyel! Jó van, jó. Nem zavarom. Na, spár. Azt mondja spár. Darufa, támfa, árbócfa, szarufa. Szarufa szem elláttára. Ah, hülyeség. To spar. Kis hajót görgőkön, sekéke vizeken áthúz. Nem, hát ez igen, ez nem jó. Spar.
pát, ankerit, kreolit, dolomit, gyöngypát. Mi az, hogy gyöngypát? Nem tudom, én csak próbálkozom. Ez a spár ugyanis kakasviadal, ökölvívó mérkőzés, szócsata. Tulajdonképpen mit csinál? Fordítok. Á, vagy úgy. És határidőm van. Bár ez a szó önmagában is ostobaság. Az idő lényegen ugyanis mi tudjuk, hogy végtelen. Végtelen és határtalan, akár csak az összes többi három dimenziói. Ez pedig határidő. Hát ezt már önmagában is abszurdumnak találom. Érdekes. Úgy látszik ez bennünk a közös vonás. Én is egyszer a férjem határidőt szabott nekem. Észnóság. Micsoda a határidő? Kémiai? Nem kémiai. A szöveg. A gyöngypát miatt gondoltam. Dehogy is, hát mondom, hogy csak próbálkozom. Na, azt mondja, hogy spár. Ha nem titok, elárulhatnám, mondjuk, hogy jobban teljék az idő. Kedves Lídia, az én időmmel teljesen más a helyzet, az ugyanis telik. Jóban. Szóval a határidő. Amikor a férjem azt a bizonyos elviselhetetlen, kibírhatatlan határidőt szabta, amiről nem is akarok beszélni, szóval közöltem vele, hogy nekem aztán mond, nem érdekes. Megmondtam neki. Mit is beszélek? Hiszen maga dolgozni akar. 10 perc elmúlt 4. Csak tudnám, hogy miért nem telefonál már! Én? Dehogy is. Hát ő, akinek a telefonját várom. Még mindig nem mondtam, mit fordít. Aviatikát. Aviatika? Milyen szép. Repülés, tudom én. És a gyöngypár? Az is szép. Hiszen mondtam már, az csak egy szó. Önmagában annak nincsen semmi jelentősége. Ez a részlet ugyanis a Fokker DR1 triplán lezuhanásáról szól. És a szakszöveget egy szövegrészlet felszínesítették. Hogy a leendő pilóták már az elején el ne unják, na hát itt is pont egy ilyen triplán lezuhanásáról van szó. Tudja, egy kis színesítés elengedhetetlen. Olyan ez, mint például mondjuk a matematika könyvekben a száraz művelet leírás után a zamatos szöveges példa. Például mondjuk, hogyha egy hét alatt egy támaszponton három gép zuhan le, hát akkor három hét alatt három támaszponton vajon hány gép zuhan le? Azt tudjuk, hogy a mi gépünk a keleti partokon zuhant le az első világháború után, és valaminek a szeme láttára. De minek? Hát most ezt keresem. Azt mondja Spar, ökölvívó mérkőzés folytat, vioskodik, nem jó, hát ezek igék, nem jó. Tudja, hogy micsoda gép volt az a Fokker DR-e triplán? Von Richthofen ebben aratta a legtöbb győzelmét, és ebben is halt meg. Ki az a Von Richthofen? Von Richthofen? Hát a leghíres a csatarepülő. Az első világháború hőse, 80 győzelmet aratott. Versenyen? Szép kis verseny. De a pilóták kiugrottak. Hát lehetséges, ha bár ejtőernyő nélkül. Akkor ugyanis még nem találták. Más szóval 80 embert megölt. Hát így is mondhatjuk voltaképpen. De aztán őt is lelőtték. Méghozzá egy Fokker DR-1-ben. És most megbocsásson. Spar... Tengeri Durbincs? Hát de jó Isten, még ez is! A tengeri durbint szeme láttára! Jóval elmúlt 4. Csak tudnám, hogy miért nem szól már az a telefon! Halló? Nem. Sajnos nem adhatom. Elköltözött. Igen, sajnos végleg. Bizony. Nem, így többet üzenetet sem tud átvenni. Ó, de várjon csak, tudja mit? Várjon egy pillanatig, talán majd az új szomszéd. Persze, egészen biztosan. Papír, ceruzák, utcáról telefonál, tudja milyenek ezek a fülkék. Igen. Pillanat. Petronella nővérnek. 8 kor. Az óra alatt.
Ne aggódjon, megkapja. Persze, persze, ez biztosan. Viszallás! Kedves Lídia! Ne tegye ezt velem, kérem, jó? Lehet, hogy a megboldogult Pösner bácsi kiváló telefonközpontos volt, de én nem kívánom őt követni. Egyáltalán nem kívánok a folyosón üzenetekkel rohangálni, higgye el, nem kívánok! Hát egy lépésre kell tennie, majd belép szépen az üzenetért, az, akit illet. Köszönöm, nagyon kedves. Azt mondja, hogy Spar... Női partőrség az USA-ban. Hát ez az, ez figyelje! A női partőrség szeme láttára. Na, mit szól? Mi az, hogy női partőrség? Tudom én. Bizonyára olyan partőrség, aminek a tagjait kizárólag nőkből szervezték. Ide csak ez illik. A triplán a női partőrség szeme láttára zuhan le. Na! A triplán gomolygó füstcsíkot húzva maga után... Na jó, ezt majd még megnézzük. A női partőrség szeme láttára. Na, eddig majdnem jó. Ám bár triplán helyett lehetne mondjuk három fedelű gép. Kisé nehézkes. Hát ki az, aki manapság már tudja, hogy mi az a triplán? Földön csapom azt a rohadt telefonját! Ne tegye! Habár ez esetben elkerülhetnék, hogy én legyek a tehi telefonközpont. Haha, milyen vicces! Istenem, milyen jó tréfa! Csak tudnám, hogy hogy lehet valaki ilyen érzéketlen! Jaj, dehogy, hát mire gondol, mi jut eszébe? Észre se vettem, hogy önnek valami baja van. Én itt dolgozgatok, maga bejön és... Na jó, várjon, hozok egy pohár vizet. Ó, elzárták a csapot. Viszont van borom. De nincs dugóhúzom. Van tolla? Hogy utálom a dugót a palackban. Se elmerülni nem tud, se fönnmaradni. Vizi hullára emlékeztet. Tulajdonképpen a lakás felavatására szántam, de valahogy mindig elfeledkeztem róla. Tudja, a beköltözés, meg a határidők. Tegnap érkeztem, és hát amint látja, minden elég szanaszét. De hát ez valószínűleg egy darabig így is marad. Új lakó az új lakásban. Na, tessék, igyon már, és kérem, ne sírjon. Na. Ugye, már is jobb. Ám bár nem minthogyha a sírás ellensége lennék, sőt, szerintem az a legjobb, hogyha lazán, őszintén megszabadulunk mindantól, ami felbűnöm lett. Úgy értem, hogy a könyvtől, meg minden egyéb váladéktől. Mert hát ugye a könyv sem egyéb, mint közönséges váladék. Szabaduljunk meg hát tőle. Meglátja, hogyha kiadja magából, akkor megtisztul. Na, igyom még. Így jó maga is egészségére. Köszönöm. Például egyes keleti tajistaszeknek úgy tettek, hogy nem csak kívül, de belül is tisztának kell lennünk, hogyha Isten szín elé járunk. Tudja, tiszta fül, orr, gége, eusztökkürt. Na, hát van is aztán nagy harákolás, meg köpködés a templomok bejárat előtt. Na, igyom még. Egészségére. Köszönöm. Arra kezdhet mindent előről. Hát, ennek is van valami bája. Csak tudnám, hogy volt hozzá ereje. Mi ez? Hát a váláshoz.
Ennyire látszik rajta? Sajnálom. De mit meséljek? Minden. Az előbb mondta, hogy ha az ember kiadja magából, akkor megkönnyebbül. Én a váladékról beszéltem. Meséljen. Nincs mit azon mit mesélni. Teljesen közönséges történet. Válás, mint a többi. Egy tucatban 13. Mire a lakás összejött, mi szétmentünk. És a részletek? Elvesztünk a részletekbe. Nem ismerős? De azért egy valami mégis következik ebből. Tudja, hogy micsoda? Micsoda? Meg kell keresnem a lakás felének az árat. Vissza kell fizetnem a volt feleségem. Bizonyan? Irigylem. Mert olyan irigylésre méltó vagyok. Bámulom. Mert olyan szép vagyok. Milyen boldog lehet maga. Na igen. Milyen szabad. Vajon tudja, hogy a nullponton áll? Hát, a szépességgel tudod. És aki a nullponton áll, az előtt nyitva az élet, nyitva az út. Minden lehetőség. Istenem, a nullpont az élet legszebb ajándéka, és nagyon jól teszi, hogy ilyen remek, nagyszerű férfinek adja, mint maga, aki... Melegszívű, dolgos derék. Tessék. Mondom. Melegszívű, dolgos derék férfi lesz. 10 éve várom rá. Vágyom rá. Önálló otthon. Függetlenség. És akkor... És akkor nem jön ez a kumat telefon sem! Jaj, Lidia, hát kérem, nyugodjon meg! Amint látom, maga nagyon kimerült. És egy kicsit... borulékony alkat. Na, igyom még egy kortyot. Előbb is. Na. Segíthetek még valamiben? Igazán. Segítene? Persze. Mint tudjuk, a puszta együttérzés is néha életmentő lehet. Köszönöm. Húzz le a cipzáram. Ne, miért? Én nem... Gyerünk már, húzz le a cipzáram. Úristen! Mi ez? Tessék, találd ki. Veri? Veri magát? Istenem, micsoda naivitás! Na de hát miért nem válik el? Visszapróbáltam már ezerszer is! Láteletet! Azonnal vetessen fel orvosi láteletet! Most? És akkor megszabadulhatok? Most? Holnap? Holnap után? Ez látszani fog még, ez szörnyű! Ha ne aggódjon, lesz látlelet. Sőt, vállófel. Sőt, bepörölöm. Bepörölöm, hogy belefeketedik! Milán most már látta, kérem, segítsen rajta, de most már tudja. Meg kell értenie. Persze, persze. Tanúskodom, ezek a szörnyű sebek. Képzelje, ha maga, meg én, ha mi ketten, a nullpontról. El tudja képzelni. De írja, kérem, én... Csak hazaszaladok. Összeszedett néhány bolmimat, persze kérdezi majd, hogy hová megyek, és én megmondom neki, megé! Oh, Istenem, én mindig erre vártam, és vártam! Az Istenem! Jaj, le! Jócs Nándort is telettel! Látom, még mindig nincs ajtó. Na se vagy. Mi Jócs? Torda Milán, még nincs ajtó. Nándikám? Igen, édes. Nekem elegem van. Illetve volt. Én kiszállok. Édes, lehet már megint. Ugyan nem lesz jós néha. Én nagyon röstellem. Igazán sajnálom. Édesem, már ne küzdj bele ilyen magásban. Ne legyek mindig idegenekem, jött kell. Ne legyen már végre eszed és gyere szépen haza. Haza? Nem. Lídia, talán mégiscsak jobb lenne. Azonnal! Uram, nos, meg kell mondjam önnek. Azok a szörnyű sebek, nos, brutális bánásmódra vannak. Brutális. Igen, igen, elmondtam neki. És láttam, és most már vége, és most már... Elég! Milán, ne adja, Milán! Na, ide figyelj,
ide figyeljen! Hagyja már abát, nem tudok közé, akkor mit csinál? Ne aggódjon! Hát tényleg már, ez mindig az én lakásom! Semmi baj, soha nem volt! Ez mindig az én lakásom! Kuss! Tetszik látni ezeket a csikokat? Azt kérdeztem, látja a csikokat! És még most is. Ha? Látja? Vagy nem látja? Ugye látja, hogy nem látja? Ha látja. Ugye mi ez? Rúd. Max Factor. Baromi drága. A születésnapjára kaptam. Tesszi, megkeserülöd. Mert az én drágám ne festi magát. Vagy ki festi, vagy még tudom én, hogy hova festi. Gyere, nagyon ügyes asszony. Fogalmam sincs, hogy ott csinálja háttal a tükörnek. Annyira ügyes. És azt nem tudja, mit csinál. Körbe járja a szomszédokat. Meg az ismerősöket. Meg az ismeretleneket. És mindenféle sztorikat mesél rólam. Beteket itt mindenki előtt. Ma bizonyára a maga kedvéért kente ki magát. Ezen szíves húzza fel a cipzáram. Ne haragudj, drágám, de nem tehettem mást. Ugye belátja a szomszéd úr, hogy nem tehettem mást. Most mit szól ez? Hogy én mit szólok? Határozat. A Csontos utca 5, 6. emelet, 125-ös számú lakást kiutalom. Szoba szám 1. Komfortfokozat, összkomfort. A lakásba költöző személyek száma 1 fő. A kijelölt bérlő neve Torda Milán, és ez én vagyok. Higgy el, kérem, hogy ezek a dolgok a legritkább esetben fordulnak. Kérem, nem történt semmi. Lidia? Lidia? Lidia! Gomolygó füstjékot húzva maga után, áh, nem jó. A három fedelű gép gomolygó füstjékot. Jönnek, mennek a lakásomban, mit, hogyha egyszerűen nem is léteznék. Mégis inkább triplán, duplán, szimplán. Áh, baromság. Persze, érdemes elgondolkozni azon, hogy vagyok-e én egyáltalán. Mégis inkább legyen az, hogy a triplán, gomolygó, nem, mégis inkább gondolodó. Mert persze nem sok nyoma marad, mármint a létezésemnek. A triplán, bodorodó füstjük, nem jó a baromság. A triplán, füstölögve, sabot, na, mi az a sabot? Ne arra mondjon, kedves szomszéd, hogy még mindig, illetve, hogy már megint csak arra szeretném megkérni, hogy ha lehet, akkor ne ejtsen szót arról, ami itt az imént történt. Ugyan már kinek ejtenünk? Nem tudom, senkinek. Kérem, nem ejtek. Nagyon köszönöm. Ja, Lidia egy csodálatos asszony, egészen rendkívül. Meleg szívű, segíteni akaró, egy aranyos teremtés. Nézze, én igazán nem akarok beleavatkozni a családi életükbe. Távol álljon tőlem. De azt hiszem, hogy nehezen lehet fenntartani egy ilyen különös helyzetet. Fenntartani. Úgy érti, hogy váljunk el? Dehogy is, hát én nem ezt mondtam, csak... De gondolta? De igenis ezt gondolta! Ugye? Mert maga még soha nem érezte, hogy valaki, mondjuk én, nő, a csontja belejéig beleeszi magát a szervezetre. De nem is. Hogy beleivódik a sejtjeibe, és a szervezete részévé vált. Mint hogy a naponta elfudasztala belőle egy keveset.
Ez az, fogyasztja. Ha egy napig nem látnám, úgy érezni magam, mint a morfinista, vagy a heroinista, a szer nélkül, vagy a dohányos, a nikotin nélkül. Hát kérem, nálam elvonási tünetek jelentkeznének el, én nekem reszketne kezem, lábam. Én kifordulnák magamból, és higgy el, hogy ölnék, és így ölnék, hogy visszaszerezzem. Hát én azt hiszem, hogy ezt egy egészséges nő nem bírja ki. És én? Ha mit tudom, hogy én hogy bírom ki? Mert ha senkit nem érdekel, hogy én ebben lepusztulok, igaz? Szép, váljunk el. Nagyon szép. Ide jön egy ilyen mitugrász a szomszédban nagyszerű ötleteivel. És akkor elkezdi tostogatni, hogy mit lehet, de mit nem lehet. Egy ilyen senki házi, meg egy frak íróasztalos így, meg egy székese. És akkor ő mondja meg nekem, hogy mit lehet, meg mit nem lehet. Belefúrja magát mások életébe. Hát belepopázik az életükbe. Hát azt szeretném tudni, hogy hogy képzeli. Azt szeretném tudni, hogy hogy képzeli. Na, ez itt még mindig az én lakásom. Magam jöttek ide bele, családos túl, az én magánéletemben. Elnézést kérek. Kicsit elkap. Magam. Ne haragudjon. Tehát ön is indulatba jönne, hogyha úgy érezné, hogy az életére jönnek, igaz? És az ember soha nem tudja, hogy mely cselekedetével jönnek ember társadalmat. Azt hiszem, az lesz a legjobb, hogyha... És gondoljon rá, és felejtse el az egészet. A szegény Jobbösner bácsi meghalt. Ja, hogy kicsoda? Miócs Lidiát? Ja, jó. Ne, igen, igen, szólok. Oh my god. Sosem volt bennük szigetelés. De ezt kérem mindegy is.
Ha jól sejtem, a maga személyében egy alkotó értelmiségével hozott össze a bal sors. Rövid ideig a másik szomszédom is az volt. Színész. Éjszakánként verseket tanult. Hát nem igen féltünk meg egymással. Ám bár igaz, ami igaz, pusztán neki köszönhetem, hogy tisztán auditív úton elsajátította arany összes balladáját. A szimulánium tetszett a legjobban. Ezt csak arra az esetre mondom, ha érdekelni. A színész szerencsére hamar befutott, és elköltözött. Helyére egy patyulatos nő jött. Korán fekszik, egyelőre gyermektelen, és nem életet is, csak elvétve él. Azt hiszem, roppant csúf. De ez mindegy is, kérem. Vele tehát rendben vagyok, hanem ami magát illeti. Ma szombat van, még csak tegnap jött. Ma még kedvére elkapácsolhat. De a jövőben legkésőbb 10-kor be kell fejeznie. A Pöstner bácsival nagyon jó viszonyban voltam. Igen. Igen, sajnálom, hogy meghalt. Segítségemre volt egyes dolgokban. Remélem, maga sem tagad meg tőlem ezt, azt. Úgy vélem, ez szomszédok közt természetes. Például itt ez a konzerv, sólett. Nagyon szerettem a sólettet, ám bár egyesek szerint egészségtelen. És itt a nyitó is, mert nem feltételezem, hogy beköltözésének ilyen korai stádiumában tudná, hova csomagolta a konzerv nyitóját. Legyen szíves, nyissa ki a konzervemet! Legyen szíves, nyissa ki a konzervemet! No, akkor kérem, legyen szíves, nyissa ki a konzervemet! Tessék! Itt a doboz, itt a nyitó! Kérem! Itt van már. Mi történt? Ez történt. Folyik belőle a vér, az a szép piros. Ráadásul só lett. Hogy utálom én a sólet? Értem én a célzást, uram, hogy ne érteném. Ezzel bizonyára arra céloz, hogy engem utál. De mint mondottam volt, nagyon is szeretem a sólettet. Ennyi évvel azt is mondhatta volna, hogy utálja Szivinyányi Jankot, és én akkor megértem a célzást. Ki az a Szivinyányi Jank? Jellemző. Hunyadi János, Arany János nevező Szivinyányi Janknak egy korai balladájában az elnevezéssel a nagy hadvezér szerb származására utal. Fenegye meg, most hogy fogok ezzel gépelni? Látja? Jóhit! Maga szerint az egy jó vicc, hogy beállít egy idegen ember lakására, hogy nyissák ki a konzervét. Hát miért nem nyitja ki maga? Mert speciál konzervet nyitni nem tudok. Minden egyes házi munkát elvégzek. No persze, egy-két apróság kivételével. De ezek a konzervnyitók, ezekkel kérem egyszerűen lehetetlen alumíniummal tankacélt. Mindig megvárom magam. Jónak mondja. Adja ide, átviszem a patyulatos nőnek. Akármilyen hisztis is, mégiscsak emberségesebb, mint maga. Adja már ide a sólettemet. Adja ide a sólettemet. Hol a sólett? Ide már ezzel a sólettel. Elnézést, ne haragudjon. Én nem vettem észre, én csak most vettem észre, hogy ön csak... Adja már ide a sólettemet! Pillanat, már is nyitom. Egy perc, nem lesz benne semmi hiba. Abszolút nem lesz benne semmi hiba. Egy pillanat. Ide már az a sólette! Tessék. Még egyszer kérem, ne haragudjon. Egyébként Torda Milán. És, bocsánat, és... Persze már bemutatkoztam! Azt kérem, ki van zárva. Én amikor bejöttem, akkor maga már itt volt. Ja. Az lehetetlen, kérem. Mindig megérzem, ha üres a szoba. Az ötödik. Csózolod, te! A kedves feleségét keresem. Valaki, én beszélek az itt
szükséged? De amint látom, a telefon már a helyén van. Oh. Annyi baj legyen. Annyi baj legyen. Köszönöm, kedves barátom. Köszönöm. Aztán, ha véletlenül egy bizonyos Veréb László keresné Mihocs Líriát, legyen szíves, mondja meg neki, hogy adjon vele. Csak egy egyszerűen, adjon vele! Halló? Nem, tévedés. Bizony, mondom, hogy tévedés. Higgye el, nem akarom tudni, és nem ismerem fel a hangját. Hogy kicsodát? Hát, hogyha mondom, hogy tévedés, hogy Dorzs István. Hát, én vagyok Dorzs István. Hát, ja, jó, hát adom már is egy pillanat. Elnézést. Haló! Teri néni! Gyere, persze, várlak! Zsólet lesz, mint tavaly ilyenkor! Főtt tojás is! Füstölt hús! Hé! Kérem megnézni, van-e benne füstölt hús? Mindjárt, Teri néni, mindjárt! Van. Van. Jó, Teri néni, gyere, várlak. Teri néni volt. Most jól lettet enni. Hallottam. Főtt tojás is kell neki. Hallottam. Meg füstölt hús. Azt is. Menek főzni. Kérem, ne haragudjon az előbbi félreértését. És hogyha bármire szüksége van, akkor nyugodtan nézzen meg hozzám. Elnézést, kérem, csak a megszokás, ne haragudjon. Triplán, füstölődve sábbat. Megtaglak! Megtaglak! És ahogy illik, de nem tudom, senki sem tudja. Lent a rendelőben a kartotékján biztosan rajta van, de őszintén szólva, azt hiszem nem fontos. Szólítsa csak egyszerűen, Grósz néni! De miért? Ki maga? Ó, pardon, Petronella nővér, a körzeti nővér. Tudja, olyan természetes a státusom, hogy azt gondolom engem itt mindenki ismer. Elnézés az udvariatlanságért. Hanem, ami azt illeti, én sem tudom el a maga nevét. Torda Milán. Szép név. Azonnal mondja meg, hogy mi ez itt. Miért ilyen ideges Torda úr? Hogy kerül ide ez a Grósz néni? Maga a Soros. Soros? Mi az, hogy Soros? Nézze, a Grósz néninek sajnos súlyos szklerózisa van. Bár ilyet nem volna szabad mondani, nincsen neki sok hátra. Érti? Teljesen egyedül maradt. Exitált a férje meg az idősebbik fia, diszidált a lánya. A legkisebbik fia meg vidéken él, és már bocsánat a kifejezésért, de tojik a Grósz néni fejére. Se kutyája, se macskája, szegény öregasszonynak.
Na már most azért ugye nincs elég. Túl jó állapotban van, hogy valami elfekvőbe rakjuk, meg aztán ott egy végti berúgnézni, amivel hogy a madara nélkül egy percig sem tud meglenni. Bocsánat. Azért ugye nincs elég jó állapotban, hogy egyedül lehetne hagyni. Világos? De mit keres itt? Akkor mégsem világos. Nézze, a Grumstinkt a derék szomszédok passzolgatják körbe-körbe. Az vigyázz rá, aki éppen ráér. Maga a soros. De kérem, hát itt dolgozni szeretnék. Ez az, éppen ez az, mert itthon dolgozik. Ágott jó szerencse, hogy egy ilyen otthonülő jött a Pösner bácsi helyébe. Máskülönben igazán nem tudom, mit csinálnánk szegény Grumstinkben. De kedves jó nőmérke! Petronella. Csak nem képzeli, hogy én... Kedves Milán, ugye megengedi, hogy itt szólítsam? Csak tessék. A patyolatos nővidékre utazott a hétvégére a rokonaihoz. Dózs úr természetesen nem jöhet számításba, mivel világtalan. Tegnap egész délután mi hócsék vigyázgattak rá. Ugyebár nyilvánvaló, hogy nem maradt más, mint maga. Na és a többi 9 emelet? Az ágyat a lépcsőkön tolni, gurítani? Hát a liftbe nem fér be. Bele kell nyugodni a kedves Milán. De ne aggódjék. Grósz néni néma, akár a sír. Szépen bevette az altatóját, és ilyenkor alszik, mint a bunda. Később kap még injekciót is. Meglátja, nem lesz vele semmi gondja. És ha mégis adódna valami, egy-két nyugtató szó megteszi. De értse meg kérem, én itt dolgozni szeretnék. Rajta? A Grósz néni nem zavarja. Erről kezeskedem. És ha egyszer-egyszer valamicskét törődnie kell vele, hát Istenem, akkora idővesztesség az? De kedves jó nővérke! Petronella! Petronella nővér! Petronella nővér, hát magát este 8-kor várják az óra alatt. Dénes! Milán! Nem, Dénes! Ezzel gyötör! Hogy este 8-kor. Mintha nem tudná, hogy este 8-kor egyszerűen lehetetlen. Hogy abban a pillanatban nem tudok soha kimenni. Mindig úgy csinál nekem randévút, hogy ne tudjak elmenni. És aztán meg csinálja nekem a balhét. Ő ott volt, én meg oda se dugtam a képem. Aztán persze neki joga van odébb állni. Mással persze. Tiszta alak. Direkt. Nyissa ki! Hetek óta így megy. De megérdemlem. Megint. Ha már az elején nem láttam, hogy mire megy ki a játék. Beszorult a... Másik szklerotikustól kaptam. Mert tudja, nekem csak ezek jutnak. A szklerotikusok. Na, kér? Hát, ha nem sajnálja belőlem azt a drága konyakot. Bár tudja, én nem vagyok valami nagy ivós. Valahogy, de mindegy. Nem konyak ez, csak vinyak. Paraszolvencia vinyak. Igen csak, én kapok eleget. Annyi a szklerotikus. Megérdemli, ha itt marad strázsálni a Grósz néni. Mert azt mondta, hogy csendes. Igen, az. Tudja, akkor is megérdemli.
Maga az egyetlen valamire való férfi, akit egész nap láttam. Nagyon ne piruljon, kedves Milán. Én egész nap csak vén trottyokat látok. Inekciózok. Járok házról házra. És próbálom elsózni a maga tehetetleneket. Azt hiszi ez a grósz néni az egyetlen? Minden házban van vagy öt. És persze, kik vigyáznak rájuk? Vén szivarok meg mumia nénik, akiknek még van egy kis szívük. Akik azért ülnek otthon, mert ők is leszázalékoltak. És ők is az én inekcióimra várnak. Adjon még egy kortyot. És aztán, amikor befejezem a napot, és hazakúszom szépen a nővérszállásra, 500 pont ugyanilyen csaj közé, és megpróbálom megtudni, hogy ma este melyikükkel ment el a Dénes én helyettem. Akkor... Persze, sose tudom meg. Na, ne haragudjon, kedves Milán, hogy ilyesmivel traktálom, hiszen ezt magát biztosan nem érdekli. Azzal a szép nevével. Jaj, hát dehogy nem nővérke. Petronella. Csak éppenséggel azért maradtam itt szombat este, mert határidős munkám van, és szeretnék minél többet elvégezni. Bocsánat. Moly. Tele van velük az egész szoba. Kieszik a szigetelést a panelok közül. Ezt nagyon szeretik. Aztán meg szabadon áramlanak egyik lakásból a másikba. Bocsánat. Van naftalinja? Nincs. Aha. Majd hozok. Meg lakáskultúrát is. Járatom. Jó napot, nővérke! Bocsánat, nem jelentkezett még az én berebem az a bizonyos Feléb László? Nem. Ne felejts el megmondani. Vagyom vele. Jesszusom, nekem már rég a másik lakásba kellene lenni. Isten áldja, nővérke! Még visszajövök. A grószényt is meg kell döfni. Ha vigyek a magáé, egy új talán hagyom belőle. Nem lehet igaz. Haló? VFK gyors szolgálat? Kérem. Én nem tudom, hogy ez önökre tartozik-e, de ez itt egy vészhelyzet. Egy ajtóról van szó. Nem törtek be. Nem, az ajtót sem törték be, csak egyszerűen nincs és nem létezik. Hogyha elszámolok vele? De hát fogalmam sincs róla, hogy honnan tudjam, hát lehet, hogy ellopták. Kérem, hogyha a rendőrséghez fordulok vele, akkor napokig is eltartad, hogy vegyek újat? Most? És hol? Jó, messzi. Igen, hármat, hogy legyen tartalék. Igen, írom. Köszönöm. Haló? Kreivik Sándor utcai tüzér? Igen, tudom, hogy már ilyenkor nem alkalmas. De hát itt egy ember életről van szó. Hogy ön csak az éjjeli őr? Hát, ön is segíthet, hogyha akar. Hát egy ajtó. Egészen közönséges, normál lakótelepi ajtó. Nézze,
kétszeres árat fizetek, hogyha most azonnal. Hogy csak kétszárnyas faragott neobarok? Na és mikor? 3 hónap! Dögölj meg! Haló? Szeristjei lakás? Elnézést a zavarásért, Szeristjei úr. Igen, tudom, hogy már nem a legalkalmasabb időpont. Igen, igen, én is tudom, hogy szombat este van. Igen. Ja, hogy én Torda. Torda Milán. Emlékszik, kint volt nálunk a könyvespolc ügyében, amikor a feleségemmel... Nem, azzal rendben van minden, azzal továbbra is rendben van minden. Ez most egy másik dolog. Igen, igen, egy másik lakás. Nem, csak hát tudja, sürgős lenne. Nem polc. Egy ajtó kellene nagyon sürgős. De úgyis viccelek. Hát mi az egy olyan mesterembernek, mint ön? Az is jó. Bedeszkázni. 3 gerenda a keresztbe is. Nézze, 3-szoros árat fizetek, hogyha most azonnal. Nem! Igazán! A szélhintázza a lábad szerítség. Kityu! Kityuka! Állj! Anyád! Rohadt keselyű! Már mindenki megörül! A papagájok is! Miért vonzom én ezeket? A triplán füstölögve sabald, mind közelebb az óceán felé, a női partőrség szeme láttára. A pilóta tehetetlenül vergődött a szűk cockpitben. Cockpit. Azt mondja, hogy cockpit. Kakas viadal terehelyszín. Átvitt értelemben küzdőtér, mint például Európa cockpitje A. Belgium, B. Magyarország. A pilóta tehetetlenül vergődött a szűk, átvitt értelemben vett Magyarországon. Francokat átvitt értelem, nincs itt semmilyen átvitt értelem. Na, azt mondja. Cockpit, fedélzeti indítópult, irányítópult, szűk pilóta ülés fülke, hát ez az. A pilóta tehetetlenül vergődött a szűk pilóta fülkében. Hát, hogyha jobban meggondolom, akkor ezek a legtermékenyebb éveim. Hello. Többiek? Látom, jó, kipucolták a kéglit, tehát ez így okés, de... De hogy ajtó sincsen, ajtó azért kéne, nem? Hát mondom, nehogy bejön akárki, zsang vagy ilyenek. Mámi marad? Tőlem maradhat nekem, nincs bajom, mert jó, hogy nyugiban legyen. Nincs valami kis piány? Én nem hoztam Zsozsó meg egy szár sem. Mi ez itt és mit keres? Mondom, piá. De nem került ide? És kit keres? Azt én tudnám, várjál. Mindjárt. Rejtmüller. Rejt, rejt.
Rejtner Istvánnak alig tudtam kiolvasni. Ilyen itt nem lakik. Miért? Nem ez a Csontos utca 6. emelet? De ez az, de akkor sem lakik itt ilyen. Hát pedig én fölírtam a címet, amikor a drót mondta, ezt a címet adta meg nekem a drót. Egy órát jöttem a hidegbe. Emelet stimmel, házszám stimmel, ajtó nincs. Biztos, hogy ennek kell lenni. Na, figyelj, biztos csináltak veled egy viccet, azt nem mondták meg neked, hogy itt lesz a buli. Most már tudod. Ne tegesz. Itt nem lesz semmilyen buli. Még egyszer mondom, nem lesz, és ne tegesz. Látom, egy kicsit korán jöttem. Addig itt leszek a sarokban, mint én. Géza nincs? Itt nincs semmilyenféle Géza, és itt nem lesz semmilyen buli, és ne legyen a sarokban, hanem menjen innen! Jó van, nem kell nyira fölkapni a vizet. Most mit kiabál? Hát mit kiabál? Miért kell fölkapni a vizet? Mi? Ide figyeljen! Ne kiabáljon! Tűnjön innen, és menjen innen! Jó van! És mit csinál, ha jönnek a többiek? Az bízza csak rám! Itt nem lesz semmilyenféle buli, arról kereskedem! Magyarországról meg ki se tettem a lábam, csak egyszer, de akkor az még Magyarország. Ki maga? Hogy kerül maga ide? Azt hiszem, hogy tévedni tetszik. Grósz nénit hozták át én hozzám. A nővérke tolta át, és azt mondta, hogy én vagyok a Soros. De kicsoda maga? Ja, hát az új szomszéd, Torda Milán. És hol a Pösner? Ja, hát a Pösner... Hát a Pösner az elköltözött. Elköltözött? És nem is szólt? No már, hogy végleg, ugye? Szóval el. Na, szegény, pedig mennyit henceget, hogy... Én fogok előbb széklottyadni, és nem ő. Ilyen szavakat használ. Mocskos szájú vén ember. Na, szegény. Még fogadtunk is egy üveg cirpanliba. És tessék. Se Pösner, se cirpanli. Azt hittem, megcsalta a szimata a Pösnert, pedig voltál neki is jó szimata. Majdnem olyan, mint az enyém. De persze, én nem vakra fogadta. Mögöttem erők állnak. Miféle erők? Sötéte. Tegye fiam a lábamra a nagyobb plümót. Itt nincs semmilyen plibó, se kicsi se. De akkor tegyem már valamit a lábomra, ami meleg. Mi ez? Imaszőnyeg. Imaszőnyeg. Az is jó. Tavaly végig tolmácsolottam egy fesztivált a marokkói filmátvételi bizottságnak. Tőlük kaptam ajándékba. Nem éri utól a plümóm. Meséljen valamit, fiam. Hát, őszintén szóval a nővérke azt mondta, hogy... Hogy nem lesz velem semmi baja, mi? Hogy bevettem az altatót, mi? Egy szó.
szavát se higgye. Nem tetszett bevenni? Ne aggódjon rajta, fiam. 20 éve nem alszom. Hát mint éjjel. Na, csak elgonyolodok, Bobi. Ha nem éjjel. Ha tudná, hogy mire ébredtem a múltkor is, elmondom. Ne tessék. Hát akkor honnan fogja tudni? Nem fogom tudni. Jaj, tetszik tudni. Nekem van egy határidős munkám, és szeretnék elvégezni belőle minél többet, ugyanis az aviatikai bizottság az... Mondja maga, tényleg nem ért? Itt is. Mit? Itt is. Macska szab. Ha nem ért. Képzelődni tetszik. Még, hogy én képzelődni? Hát mi a teljességgel macska szab? Hát vigyázzon. Akinek nem dolgozik a szimat, azt igen nagy baj fenyegeti. Hát a szimat fia, az olyan, mint egy véscsengő. És aki nem érzi a veszélyt, nagy bajba kerül. Vigyázzon, fia! Ha megtenné egy öreg asszony, szemcsepp, belecsepek tenne. Hogy nem? Tessék csak ide adni. Nem lesz könnyű. Én is túléltem mindenkit. Aztán mire mentem bele. Engem legalább kézről kézre adogatnak ezek azok a szomszédok. De egy zebrapit. Kinek kell egy zebrapit? Ugye az ember eleinte boldog, hogy mindenkit túlél. Tiada! Aztán meg nem tud mit kezdeni a győzelmében. Itt van ez a pösner is. Nyertem. Mire mentem vele? Se pösner, se cirkandi. A végén még kiderül, hogy nem az győz, aki életben marad, hanem aki megspórolta a cirkandit. Grósz néninek nem lenne szabad megerőltetni magát. Tessék szépen lefeküdni és aludni. Most még nincsen este, most még lehet. Nagyon egészséges ám az alvás. Engem akar maga leszerelni. Akkor alszok, mikor akar. Egy perccel se hamarabb. Hanem ami a macskákat illeti. Ne vegye félváról őket. A macskáknak 7 élet. 7 bőr. 7 lelk. És a szaguk napról napra erősebb. Nekünk már nyomunk se lesz. Ebben a házban az összes egyedül maradt öreg asszony, meg öreg ember mind macskáttal. Persze, az embernek kell valami a magára marad. Ezt becsültem a pösnerben is. Neki sem volt macskája. Pösner telefont tartok, én meg a hasvérus. De semmi esetre sem macská. Mégiscsak aludni kéne, Grósz néni. Tudja, fiam, nekem már nyomom se lesz, magának se.
macskák fognak rasszálni a folyosókon. A lakásokban macska családok laknak. A boltokban macska eladók szolgálják ki a macska vásárlók. A tévében macska bemondók nyávognak a macska közönségnek. Macska nővérek inekciózák a macska öregasszonyokat. Grusz néni! Grusz néni! Átomát hozták a grósznét. Át, hogy a fenelném. Hogy? Csak úgy a nyelvi fordulatokán. Mindjárt megjön Telka néném. Családa is lesz. Elolvasnál kérem, hány százalék is az ecetem? 10. Az jó lesz, kinyitnál kérem? Persze. Na finálban, ez az ecetesed? Ahhoz, hogy tudjam, jó lesz-e, tudnom kell, hány százalékos. Ahhoz meg kell kóstolni, ahhoz ki kell nyitni. De mondjuk túl erős, akkor minek nyitnám ki? Ha nem nyitom ki, honnan tudjam, milyen erős? Jó, hogy itt van maga. Nem jó, mindig átfordul. Kéne valami zsebkés, vagy valami... Ah, van is. Körömráspoly. Vigyázzon meg, ne vágja magát. Ugyan már. Kétszer ugyanoda. Biztos, hogy nem fog csapni a inket. Na ugye, megvágta. Az ecet a sebre. Ecet szakban. Acetum, acetikum, Ádós úr. Látom, már maga is megismerkedett a szomszéddal. Szolgálat kész, fiatal ember. Nem úgy, mint egyesek. De drága Dózs. Én segítettem volna becipelni a három ajtó szekrényét. Hát miért nem szólt a Mihócséknak? Mihócsék? Nekem csak a drága jó Pösner bácsi segített. Olykor Telka néném. Maga soha. Hozza ide azt az ecetet, drága Dózs úr. Hagyd szagolhassam. Imádom az ecetet. A fiatalságomra emlékszem. A lányok frissen mosott haja a tánciskolát. Meg a... Ecet, ecet, eszencia. Segíthetek még valamiben, Dózs úr? Vegye le a lábamról az ima szőnyeget. De most tekintettem rá. Már meleg, régen volt, már melegen van. Visszatérve az ecetre? Ne rugáljon már, Dózs úr! Fiatalember, idehozná azt a ládát, hogy ülhesse le. Egy szóval, Telka néném használta, odakint falun, egy tányérkában az asztal közepén, ha legyek meg bele, gyerekkoromban. A decet meg, ó, egy kis ecet ide, vagy oda, és szabadon árad az erő. Ez a mesterség vele. Csak tudni kell, mikor, hova, és mennyit fog ezt difficile ad pacientum. Ez ám a boszorkányság, semmi sem lehetetlen. Na, ez aztán a boszorkányság? Az bizony. Hihet neki nyugodtan, boszorkány? Persze, persze. Nos, hogyha én most nem zavarnék, akkor visszavonulni.
Rég voltam már aktív, de az atyám én mindig itt van a matracomban. Megmutathatom? Nem mutassa, Grósz néni! A nővér kérdezze meg tőle, hova tette a plumon? Tévedés! Tévedés! Nomorú helyzet ez ilyen. Nem gondolt még rá, hogy rontás ül magát? Rontás. Hogy szemmel verték. Tessék már inni egy korgat a vinyakocsipetből és nyugovóra térni! Nézze, fiam! Tudom én, hogy nehéz ezt ebben a mai világban elfogadni. Siófokon a háború után, az első után. Rendkívüli esemény szabta meg az életutam. Véletlenül egy asztalhoz ültette. Gwendon, Gwentrodda! Ó, a nagy Gwendon, Gwentrodda! Az évszázad nagymestere volt. Az évszázadé. Micsoda ember. Miket tanultam tőle. Tudja, fia, ott a panzióban csak egymásra néztem, és kész. Oda volt. Ő is. Itt ragadt Magyarországon. Pedig egy pontos velszi kongresszusra készül. Ingyen adott nekem leckét. Miket tanultam tőle? Miket tudtam én akkor? Az ember csak ránézett a kanálra, és az odébb vándorolt az asztal. Csak összeráncolta a szemöldökét és a tükör. Baljósan megrepett. Ma meg. Földhöz vágom, a poharat se törik össze. Törhetetlen üvegből van a nyomorút. Padlón meg linoleum. Most már még a molyokkal se tudok megbirkózni. A nővérke majd hoz naftalint. Naftalin? Ezeknek desszert a naftalin az ágyban. Azelőtt csak egy csettintés, és mind a földre húz. Csettintés? Ezek szabadon repkednek a ruhászekrényben, és degeszre hízzák magukat a stafírungomon, amit még 1916-ban... Aludni! Aludni! Tessék már aludni! A pilóta tehetetlenül vergődött a szűk pilótafülkében. Nekem rossz néni, mibe kerül manapság egy paradicsom saláta? Persze a sólethez nem illik a paradicsom saláta. De ha már főzzük, Terko nénémnek bele kell adni. Anyai tapait. Látom, még mindig nem hisz nekem. Na, hogy ne hinnék? A fiatal ember. Ja, ő nem. Tudja, fiam, hol? Tudja maga, hol van Vakonybél? Balfürdi széjjel. Meztelenül táncoltunk a Vakonybél. Csodálatos volt. Az ember átjárja az erő. Úgy érzi mindenre képes. Mesztelen! Fejünk fölött az atami. A fekete kőpenge villan a holdfénybe. És mi esküdteszünk az ördögnek. Mind végig követjük. Az atami hatalma. Büntetendő hiányosság, hogy milyen kevés. Szakácskönyv készült ráírásról. Ezt is csak a bürokráciának köszönhetjük. Ha várom, hogy nem tettem gombát a salátába, akkor nem gondoltam rá, most meg már bánom. Szerettem a vegyes ízeket. Na, végre. Megvan. A triplán füstölögve savald, mind közelebb az óceánhoz. A női partőrség szeme láttára. A pilóta tehetetlenül vergődött a
szűk pilóta fülkében. Mi ez? Jaj, ne a só lett! Agyágyámé! Szűk pilóta fülkében. És különben se fejezi ki pontosan. Álljon fel, kérem! Maga keres valakit? Valamit? Igen, egy állítmányt, egy igazi állítmányt. De egyedül nem találja. Nővérke, én azt hiszem, hogy ön téved. Nem. De én csak egy állítmányt keresek. Beadok egy pár injekciót, és már mindjárt jövök. Addigra is vedd ezt föl. Még nem kész, de meg ne fázz nekem. Tudja, ez valami lustrükk. Levelet hoztam magának. Levelet? Nekem? De hiszen még be se költöztem. Ha csak nem a tanácstól. Tehát ez nem is nekem szól, hanem a Pösner bácsinak. Vilmosnak hívta? Épp a temetés körüli zűrzavarban érkezett, azóta nálunk hallódott. Na de mit csináljak én most ezzel? Na, mit akar. Biztos valamelyik rokon küldte, aki lemaradt az osztozkodásról. Hemzsögtek itt épp elegen. Úgy kipucolták a lakást, hogy csak nem hiszen látja. Még a WC lehúzót is elvitték. Na de ilyenkor a posta vissza szokta küldeni, hogy a címzett elhújt, vagy ilyesmi, nem? Hát akkor itt ezzel a postással. Nagyszerűen még ez is. Milán, amit az előtt mondtam, hogy bejött Nándi. Kérem, ne higgye, hogy csak azért. Kérem, ne hallgasson másra. De ő csak az érzelmeire. Mégiscsak meg kéne nézni azt a levelet. Hát, ha valami fontos hagyadéki ügy is, intézkedni kell. Hogyha túl tudnánk lépni az árnyékunkon, higgyen nekem. Vagy valamelyik rokon igényt tart a lakásra. Egy jóságos ég. De hát én most ezzel mit kezdje? Kedves Vili, tudatom veled, hogy mindannyian egészségesek vagyunk, amihez hasonló jókat kívánok neked is. Kata eljött a baromfi telepről. Bálint bevonult katonának. Nekem elrepett a falába, de a kerekes janul megszökött. Más nem történt. Küldjél 2000 forintot. Szerető öcsét, Károly. Kelt Jánoshalmán december 1-én. A Pösner bácsi öccse. Volt itt egyszer-kétszer, mindig megvárta az öreget. Az már káromkodott, mint a zápor eső, hogy a tetvek csócsának folyósra a Károly falábát. Mindig ilyeneket mondott. Na de most mit csináljak én ezzel? Fizessen neki. Miért nem tetszik aludni szépen? Még hogy én fizessek? Csak azért, mert az öcsének a lakását kiutatta nekem a tanács. Ilyen fiam. Mondom én magának, a szimatával van. Azt hiszi, hogy csak a lakást örökölte Pösnertől. Hát hol él maga fia? Hát a vitrint meg a nagy kaszlit széthordták a rokonok. Maga örökölte a telefonját, a gáztámláját, a levegőt, amit szívott. Fizesse csak ki azt a 2000-et, én mondom. Az a legkevesebb. Nagyon jó. Csak nem hiszi azt a grossz néni, hogy hajlandó vagyok. Nem hiszem. Tudom. Amit tudok. Grossz néni! Mert nem hagadt össze, hogy a szklerózis.
Az a rögeszmény, hogy boszorkány. Mondtam át. Milán, kérem, higgyen nekem. Kérem, hallgass. Ha mi ez itt? Átjáróház. Az. Visszajöttem. Látom. Tudja, mi az ábra? Nem találok ki. Kutottam 5-ször vagy 6-ször, de ezek a folyosók vagy mi mindig összekuszálódnak. Biztos, mert levent bennem a nyomás vagy mi. Meg aztán gondoltam, visszajövök, mert én csak magát ismerem itt. Ne reménykedjem. De gondoltam, hogy megjöttek már a haverok. Ne reménykedjem. De hát, ha megjönnek. Hát, ha megjönnek, és akkor én megmondom nekik, hogy ez egy téves cím. Én, hogy nem lesz buli, meg olyan baromi hideg van odakint. Na jó, maradjon. De csendet kérek, mert dolgozni akarok. Ugye nem veszi rossz néven, kedves Júlia. Köszi. Egy pillanatig sem akartam föltartani. Átfázott? Nem, minden oké. Nem kér valami tenni? Nem, csak egy kis Géza kéne. Géza? Ja, tegnap volt egy utoljára, jó, begézáztam, és most már megy a nyomás lefele. Mi az, hogy begézáztam? Nincs egy tablettája? Milyen? Akár. Fáj a feje? Hát még nem. Hát akkor... Jó lesz akármilyen tabletta. Milán, nincs valami tablettája? Milyen? Akármilyen. Kalmopirin. Jó lesz. Hát, mással szoktam, de ha nincs más, akkor... Hol? A bőrönben. Nem Sándor Sándor. Az anyám találta ki, jó mi? És hol lakik? Magasan. A vércsoportom nem kéne, az nincs. Egyébként, ha zsarul lenne, tudnál, hogy mi az, hogy vegézázni. Szóval hol lakik? Nem lakom. Szüleik? Az anyám még csak-csak beengedne, de az apám azt mondta, hogy letörje a derekát, ha megpróbálja. Miért haragszik ennyire magára az édesapja? Az öreg mindig is egy vadbarom volt, csak a veréshez értett. De hát most már öreg is, meg lassú is. Feleség, barátnő, csak megértik? Annyi nincsen. Hát gondoltam, valahol csak tölti az éjszakát. Haveroknál, meg itt-ott. Tudja, ezek a lakótelepi házak jók, meg a folyosó végén a szerelőhelységben, a fedlapok alatt, ha az ember összehúzza magát, akkor egészen jól lehet, én meg meleg is van. Szerelvény szekrényben alszik? Télen, de nem mindig. Istenem, a csavargó élet, a szabadság! Most már jó. Mi? A kalmopirin? Bármi. Az ember akarja. Nekem volt úgy, hogy a C-vitamin is hatott. Aki így él kiszorítva a perifériára, mennyi minden történhetett már magával, meséljen! Hát szerintem a haverok átvertek velem, engem ezzel a buliban. Pedig ott volt, amikor a drót mondta a címet, direkt leírtam azt, a többieknek biztos azt a címet adta, ahol a buliban. De én már nem csodálkozom semmit. Tudja, hol áll maga? Ülök. Képletesen. Ja. A null ponton. Hát az lehet. És aki a null ponton áll, az szabad, mint a madár, azelőtt nyitva az út, fels, alá, a legragyogóbb ajánlás.
ajándék, amit az élet adhat nekünk. A null pont. Lídia kedves, meggyógyul ez a háta? Hű, de nagy stílű. Csinálok, amit akarok. Legszívesebben most már bevágném a drót pofáját, hogy velem pont ezt megcsinálta. Én 2 hónappal előbb voltam a haverokkal. Mitől lett olyan nagy pofája ennek? Tudja, hányszor vágytam már arra, hogy olyan szabad és független legyek, mint maga. Hogy elérjem azt a nullpontot, ahol maga áll, és ahonnan már csak fölfelé vezet az út. Minden próbálja ki a Géza? Azt hiszem, ki is próbálom. Aztán, ha jelent érsz, mi az a Beri? Beri. A Beri? De mi úgy csinálja? Téved! Szóval a Beri! Szóval sincs róla nem! Nem tűzlő tűnni, mint a lakásomban! Még ne! Csak a buli kedvéért különbedet, de kérdezze meg! Tudja, mi ott a város erre a pillanatra, hogy megmondja magának? Szemtől szembe! Maga a szemét! És kilengés a kereszt irányú tengely mentén a súlypont elmozdulása nélkül. Ez nagyon fontos. Hánykolódik? Nem! Nem! Kileng. Mengedezik. Házasodik. Ingadozik. Elválik, zötykölődik. Kiköltözik, zötyög. Hintázik, dolgozik, kalimpál, nem. Részletekben elvész. Leng, ring, timbál. Hogy kerülnek ide a szklerozikus grózmamák? A kibbad csövesek, a jemenita ápolónők és a féltékeny bifajok. A pofátlan zebrapintjükkel. Kötőtőikkel, sorettükkel, gézájukkal. Mi vagyok én?
Népjólét intézmény! Szociális osztály! Madár menhely! Kuss! Kivágom őket, mint a húzat! Csak egy fikasznyi csendet, egy körölfeketényi békességet, csak egy kisfonyi nyugalmat! Herges? Azt hiszed, hogy neked mindent lehet? Azt hiszed, hogy velem mindent megtehetsz, amit akarsz? Nem érted, keselyű, dolgozni szeretnék! Ez annyira elképzelhetetlen! Te húgypény, te keselyű! Na, süket vagy? Majd én megtanítalak. Na mi van? Most bezzeg elnémultál, mi? Na most kárálj, szaros tyúk! Állj! Kiteterem a nyakad, szép taposlak! Akkor lássalak, amikor a hátam közepét! És eredj a pokolba! És ott mondd meg a többi rohadt griffnek, hogy ide nem merjék dugni az orrukat, mert úgy járnak, mint te! Hes madár! Kedves Grusz néni, illetőleg hát az történt, azt hogy... Azt kérdeztem, hol van? Hát mondom, az történt, hogy a hasvérus kinyitotta a kalicka ajtaját és elrepült. Kinyitotta? Bizony, puss ki az ablakon. Puss? A hasvérus. Jaj, tessék vigyázni! Még meg tetszik ülni, nagyon hideg van odakint. Biztosan visszajön ma. Tessék!
hogy kicsodát? Hogy Veréb László, Mihócs Lidiát? Na csak vigyázzon! Csak nagyon vigyázzon, mert itt magát agyonütik. Igen. Csak így egyszerre agyonverik. Na, viszont hallásra. Tévedés, tévedés. Hesmadár. Csak egy koszos mondat, egy ócska kis állítmánnyal már csak ennyit akarok. Már csak ennyi kell a rohadt életbe. Hát ez annyira nehéz, egy szoros állítmány. Mit állítok? Tényleg, mit is állítok? Jó, hát majdnem elejtettem ezt az egész hó belevantot. Megmondtam neki csak így egyszerűen, hogy agyonveri. Helyes. Nagyon helyes. Nőjön ki, vegyem át ki este, nehogy elejtsen. Érdekes. Grúz konyak. Örmény. Örmény. Paraszolgáció? Mi? Minden. Nem az. Az a konyak. Ah, az is mi. Na van pohárja. Mindegy. Tudja, beugrottunk egy pillanatra, mert azt hiszem az imént kissé elkapattam magam. Elnézést kérek, de nem maradunk sokáig, csak gondoljuk meg is egy pohárkával, aztán már itt se vagyunk. Hogy van, Milán? Hát, azt nehéz lenne most szavakba önteni. Ne igyon többet, ne igyel többet. Tegezőnnek? Csak a nővér tegez engem. Petronella! Petronella tegez engem. Fáradt szegény. Ő tápolja. Most már ők is. Mi baja? Hát, nem is tudom. Amióta Grósz néni a hasvírus után repült, hát... És itt furán érzem magam. Baba? Tessék, csak jöjjön! Ne jöjjön! Ez a 125-ös ajtó? Ez! Akkor meghozta! Mi? A 125-ös ajtó. Az ajtó? Nem volt ajtó. Hiánytalanul kérem, benne a kulcs is. Na de hogy került magához? Az ember oly mélyre jutott ez Isten nélkül való világban, hogy ellopták a tepsinket is. És midőn Pösner úr borhűveiért jöttünk, az ajtót kellett igénybe vennünk, hogy tisztességgel elvihessük. Hát azóta csak most volt érkezésen visszaszállítva. Hogy ezen? Bánom is én, csak segítsen visszalkasztani. Sajnos lehetetlen. Az ember ugyanis oly mélyre jutott ez Isten nélkül való világban, hogy míg az ajtó nem volt a helyén, lelopták a keretről a zsarnokot. Addig is még hiánytalanul pótoltatik, hová tegyem. Tegye a fal mellé. Minden esetre köszönöm. És hogyha megengedik. Hogy képzeli? Hát akkor megkínálhatjuk egy italdal? Az alkohol Isten ellen való vége. Hát nem kíván semmit. Szívesen elbeszélgetnék önökkel. Hát akkor inkább jobb lenne, hogyha... Az evangéliumról. Ma, amikor a hit ázsiója, a sajnálatos körülményeknek betudhatóan meglehetősen csökken. Különösen fontos, hogy minél többen megismerkedjünk az igaz evangéliummal. Azzal, amit az egyháza, az Antikrisztus megtestesítői nem torzítottak a maguk hamis képére. Akinek füle van, hallja, mit mond a léle a gyülekezetnek. Ami engem illet, meglehetősen tájékozott vagyok a témakörben. Azon kívül most pillanatnyilag más dolgom is van. Pedig az evangéliumra mindenki számára fontos mondani valója. Szól valamennyiükhöz, tudatlanokhoz és tudókhoz. A jelenések könyvében az Úr
így szól a philadelphiai gyülekezet felvigyázójához. Tudom a te dolgaidat! Ím adtam elődbe egy nyitott ajtót, melyet senkibe nem zárhat. Hogy kevés erőd van! Ájjájjájjájjáj, ne is folytassa! Hát fordított logika! Ugyanis volna elég erőm, ha nem adatott volna az az ajtó, amit senkibe nem zárhat. Még most sem, hogy visszahozta, amit én ugyan nagyon köszönök, de ennyi elég is. Úgy látom, ön bezárja fülét az ige előtt. Remélem, hogy nem így valamennyien. Na, minket jobban kihagy. Mi materialista nevelésben részesültünk. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív. Vagy hideg volnál, vagy hív. Így, mivel lágy meleg vagy, kivetlek téged az én számból. Miket mesél maga az én feleségemnek, ha? Mert azt mond, kiveti a szájából, ha? Mit véle a kpántság ez? Ez itt pillanatnyilag nem aktuális. Még csak azt kell nekem, evangélium ötét. Hozzá ne is közelítsen! Én már réges-régen letettem a voksom a túloldalon. Ménységemre nem állok át? Na jó, rendben. Végül is én csak hétvégeken és munkaszüneti napokon térítek. Hát amúgy van nekem más foglalkozásom is, hiszen tudják. Sőt, van másodállásom is. Itt ugyebár költöztek mostanában, ilyenkor kérem tisztelettel, fölösleg képződik, hát mindent veszek. Mindent veszek. Használt bútort, ruhát, könyvet, dunyhát, cipát, festményt, porcelán, tonettet, bélyeggyűjtemény. Egy zsájgó, szobolj bundát! Nincsen, láthatja. Nem akar keresni egy kicsit? Nem is kicsit, de akkor sincs. No, és önök? Készpénzzel fizetek. Festmény, porcelán, csillár, szőnyeg, ezüst. Hát, Nandikám, szükséged van még arra a rémes herendi focistára? Na de édesem! Hát azt a klubtól kaptam, az elnökségtől, a kiváló közösség szervező munkámért. Hát a szakszervezés is támogatta, hát csak nem képzeled. Hát ott az. Semmi. Akkor semmi. Se evangélium, se hamzsár. Na, rendben. Várhatják, mikor hozom vissza legközelebb az ajtót. Ja, egyébként a kutya elgörbült a zárba. De végessék. Micsoda egy kusztustalan, egy alak. Nem tudom, hogy ismeri azt az állapotot, amikor az ember csak úgy keresi-keresi a megfelelő szót, de úgy érzi, hogy hiába, hogy ez reménytelenem. És tulajdonképpen mit keres? Az állítmányt. Ugyanis a pilóta tehetetlenül vergődik a szűk pilóta fülkében, érti? Igen. Na mindegy. Szóval az állítmányt. Igen. Szóval ingómozgás a hosszanti és kilengés a keresztirányú tengely mentén. Na, hát valahogy így. Értem. Hosszanti és keresztirányú. Valahogy így? Igen, de mégsem. Ugyanis a súlypont változatlan. A súlypont változatlan?
Így? Úszó, földre jobban lehet. Na. Egy szó! Persze. Hány betű? Mit tudom én? Hát úgy nehezebb. Kalimpál? Kalimpál. Egy zuhanó repülőgép. Hát jó, van, azt nem mondta. Akkor úgy könnyebb lesz. Imbolyog? Nem is rossz. De annál sokkal hevesebb mozgás. Képzelje el, hogy a repülőgép zuhan. A törzs akadozik. A motor akadozik, és a törzs pedig megremeg a ráható aerodinamikai hatások és ellenhatások következtében. Szóval minden igénybe van véve valahogy így. Támoljon! Na ez mit szól? Támoljon! A részek hazafelé a kocsmából. Na, aztán vagy. De nem egy repülőgép az égen. Ez a szerencsétlen pedig a női partőrség szeme látára, figyeli? A szemük láttára belezuhan az óceánba. Különben pedig, Babics szerint, egy adott helyre csak egy. Az a bizonyos egyetlen egy, semmi mással össze nem téveszthető szó kerülhet. Ezt a szót keresem. Imádom a keresztrejtvényt! Hintázik! Nem, a hintázásból hiányzik a remegés és a rettegés, a bekövetkező tragédiátok. Ez maga túl sokat akar. Azt mondja, állít ennek a kamatás, azt tudja, mit állít. Lehet, hogy igaza van. Hát hogy jön ez most ide? Hát a macskákat például nem lehet betiltani. Hát tűrni kell őket. Sőt, szeretni. Mert ha nem szeretjük őket, akkor is vannak. Akár így, akár úgy. Tálkát egy kis tejjel igazán kaphatnának. Mellikám nem kéne még indulnunk. Hány kolódik? Volt már, nem jó. Imbolyog. Volt. Hogy volt? Én mondtam. Én bálózik. Rossz. Inok. Rossz. Bla, bla. Mit mondott? Nem tudom, ezt nem értem valami tájszót. Köszönöm, nagyon kedves. De pillanatnyilag nem tévéznek. Amint említettem volt, dolgozni szeretnék.
Magának tévéje van, dorsuk? Talán úgy jobban szeretem, de ez se rossz. De a nénim szerint világtalannak nem való a tévé. Talán igaza van, makacs öreg asszony. A pösnelé nagyon szépen szólt. Tudtom, ma magának nincs készüléke. Hát... Csak hallgassák, majd holnap visszahozza. Majd köszönjük szépen. Kapcsoljuk be, úgyis jobban megy az idő. Az idő? Hello, visszajöttem. Na, mégiscsak lesz buli. Na, 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 mit csinál? Nyugodjon már meg, hát nem bántom, na! Na, na, ne kalimpáljon már! Hát engedjen el akkor! Van, na, csak bocsánatot akarok kérni! Na, látja, öreg! Még ilyen! Csak bocsánatot akartam kérni, na! Na, még? Na, hát nem akartam, hogy elszaladjon, mielőtt beszélni, na! Fogja! Kicsikét elkapattam magam. Az előtt. De hát legyen úgy, hogy nem történt semmi, ha? Semmi, igaz? Semmi? Na jó. Semmi. Még kergetett az egész folyosón. Megértek ezt a szerencsétlen? Ha nem szerencsétlenek. Nem vagyok szerencsétlen. Én is mondom, akinek ilyen húzatja van. Nem szerencsétlen. Na, vegyük úgy, hogy nem történt semmi, jó? Haverok vagyunk, ha? Isten, Isten. Leálltad, Nándikám, tudsz te emberséges is lenni. Édesem, hadd ígyünk el. Jó. Szerintem magának nem kéne inni. Még csak most kezdtem. Na jó. Ott alszik, ahol az éjszaka éri. Kebelén kenyere, hátán a háza. Jaj, hogy oda ne rohanja. Na, hiszen éjjel kórás csavargó. Levelet hoztam. Oda lentről. Honnan? Egészen lentről. Adj ide, nekem szó. Hatodik emelet 125-ös vagy. Kozövék! Képzeljük, jó balhés volt. Amikor ez a vadbarom meg... Bocs, bocs, bocs. Szóval, amikor bevágottam a liftbe, megnyomtam a földszintet, már a gombot. Elkezdett a liftet erre odahúzni, de mint az áll. Gondoltam, hogy megint nő a nyomás felfele. Vagy ilyesmi. Kalmopirém. Náthás? Pont C-vitamin koncentrátumom. Mindegy az, mindegy. Egyszer csak a lift egy nagyon zökkenés túlszal. Mint? A földszint. Ja, hát valami szerelőakna. Hagyjuk már kibeszélni. Jó, vegye be. Túsz alatt ez a földszinten is. Kinézek a... Kinézek az ablakon, látom, mennek a számok fölfele. Vagy mínusz öt, vagy mínusz kettő. Mínusz öt. Mi? Lementünk egészen a mínusz hatig. Ha én mondtam magának, hogy ne igyon. Ha össze-vissza számoltnak mindent, azért van. Ott aztán megállt a lift. Sötétből előjött egy jó ember. Ugyan? Mint hogy? Kinyitott az ajtót, kezembe nyomta ezt a levelet, ezt a bevágta az ajtót, de úgy csomóan megsüketültem, azt már mentünk is fölfele, hogy mínusz öt, mínusz három, földszint, és föl egészet, de agyom még. Na hé, másnak is kell. Cirpan Liron, nem mondott semmit. Nem beszélt a semmi. Föl volt kötve az áll, egy ilyen fehér ongya, jó, Jézus. Középfülgyulladásról van szó. Ki lehetett az?
biztosan a postás középfül gyulladással. Ilám, fiam, olvassa már fel azt a levelet. Milyen levelet? Ne törődjön bele, csak olvassa be. Micsoda szárkás betűk. Írja meg az öcsémnek, hogy LFS. Azt írta az öcsének, hogy no problem. Aláírás nincsen? Nem, nincs. Mondtam én, hogy ronda szájú fén ember volt. És mit tett is, kucik? Más szóval faszoli. Hát a Pöltner. Mert az írt nekem, mi? Az hát. Szóval azt akarják nekem mondani, hogy néhai Pösner Vilmos levelet írt nekem, és felszólított, hogy ne fizessek az öcsének? Maga olvasta. Hát nem elég, hogy itt nem így van is! Hát nem elég, hogy itt a kárt is! Hát elég! Kibelezem, megölöm, hogy örültem minden! A klimójuk, a kötésük, a gézájuk, a sólegyük! Kifelé! Azt mondtam, hogy kifelé! Kérdezni, hova tette a plümómat. Nagyon fikas, mert ide nem hozta velem, az fix. Ima szőnyege volt becsakarva a lábam. Szótárakot! Hozzák a szótárakot! Fejj alá! Miért pont a macskáktól? Mert olyan puhány járnak.
szemétlenül az ember állt a mögéjós úrnak, és a tarkójában akadnak. Tulajdonképpen mindenki fél valamitől. Hát ha nekem választani lehet, akkor én inkább a macskáktól. Azért, fene nagy frász volt ez a pösne. Szinte látom azzal a felkötött állával. Látja? Hát maga így született, nem? Kongenitális katarakta. Ezt csak arra az esetre mondom, ha érdekelni. Azt ma már lehet műteni. Lehet. Eszem ágában sincs. Én is sokkal többet és jobban látok, mintha látnék. Szabad magam így kifejezni. Na ne mondja, és mit? Például a pösnert és egyebeket, amit akarok, de nem hagyom magam kifaggatni, legyen ennyi elég. Sokkal jobb helyzetben vagyok, és eszem ágában sincs magam megbüntetni. Sokkal jobb helyzetben vagyok, és még bizonyos fokú védettséget is élvezek. Már amennyi ez manapság lehetséges. Az egyetlen probléma a konzervnyitó. Minden más tekintetben határozottan jobb helyzetben vagyok, mintha látnék. Vegyük például a sólettet. Kizárólag a példakedvéért. Szeretem. Terka néném is. De onnan tudjam, hogy továbbra is szeretném, ha látnám. Mi a biztosíték arra, hogy a látvány nem borzasztan el vissza? Így viszont íz után semmi probléma. Van ízlésem, és abban bízhatom. A látvány esetleges. Tudomásom szerint a dolgok változtatják küllemüket, és van bizonyos veszélye annak, hogy magam is bedőlnék, ha szabad ezzel a kifejezéssel élnem. Ha nem látom, a tévedés veszélye kizárt. Nekem aztán kellethetik magukat. Az ilyesmi rám nem hat. Mint a farahány borsó. Ami pedig azt illeti, hogy érnek bizonyos veszteségek. Nos kérem, hát kit nem? Ez a világ semmiképp sem nevezhető ideálisnak. Mit nézek rajta? Sírjon ő, hogy én nem látom. Vannak kérem más világok is. Ezt csak arra az esetre mondom, ha érdekelni. Érdekel! Tudom, egyébként nem mondanám. Igen van. Én vagyok az. Édes Milán! Nagy remegón! Jaj, de boldog vagyok! Bocsánatot kérek, kedves Tordor, én igazán nem akartam akkorát oda csapni, csak mikor láttam, hogy kiszorítja belőle a csuplát nekem, úgy elborította az aromat a vér, hogy én... Hogy én vagyok az. Rettenetes. Csoda. A triplán. Ugye? Füstölögve csinál valamit az óceán felé. A női partőrség szeme láttára. A pilóta tehetetlenül vergődött a szűk pilóta fülkében. Így van? Igaz? Így. Csak hogy eddig nem. Eddig nem vettem észre, hogy a partőrség, az maguk, a női és düllett szemmel bámulják az én vergődésemet, ahogy valamit csinálok az óceán felé. Csak nézik, és a kisújjukat sem mozdítják. Szép kis látvány, mi? Kész ingyen cirkusz, csak hogy a cirkuszban legalább izgulnak. Semmi esélyem. A motornak vége. Azért füstölök. Az ejtőernyőt még nem találták fel, és ha föl is találták volna, ha ki tudnék kecveregni abból a szűk pilóta hülkéből, biztosan beleakadnék a szíjakba, amilyen az én formám. Odalent pedig a női partőrség. Na, hát rajta, hölgyeim és uraim, legalább szurkoljanak! Hát talán, ha kimászna a szárny végére. Nem lehet. Lehetne is minek? Akkor próbálja meg átvinni siklórepülésbe. Képtelenség.
az egész tör remeg, tussavol. A bódkormány! Eltört. Talán mégis az ejtőjegyű. Késő. Tarts ki! Tengeri? Próbáld meg, kedves! Nem vagyok kedves! És ne tegezz! Torkik vagyok! A torkomig értek, a fülemmel jöttök ki! Nolpont! Még egy perc, és a gép mit csinál? Jó kérdés. Kavarog a gyomrom. Persze, az ember először ugrál, lármázik, aztán egyszer csak megáll, körülnéz, és megérti, hogy mit befolyásolhat, és mit nem. Megérti, hogy mire futja az erejéből, és mire nem. Persze, képtelenség felsorolni, mi az, ami kimarad, és mi az, amire végül is futja. Lehet, hogy csak ennyi az egész. Megpróbálhatom megfogalmazni, ami történik velem. Már, ha találok rá egy jó szót. A zuhanásra. Az egyetlent. Persze, mondhatnánk, hogy ugyanúgyan, hát ez semmiség. Egy szó igazán semmiség. De hát ez nekem a dolgom. A szavak. És tessék, most kell egy jó szó. Mit állítok? De hiszen lehet, hogy ez a baj. Lehet, hogy nem tudok mit állítani. De hát akkor... hogyan fogalmazzam meg, ami történik velem? Sába! Nehéz eset. Hogyan kell bekapcsolni ezt a tévét? Lehet, hogy most van a meccs. Meccs? Az esti film? Decemberben. És a vízilabda? Hát, valami baj van ezzel a tévével. Mit csináljunk? Férfi munka. Na jó, majd én. Ja? Az esti film! Talán a másik csatornán. Inog, leng, tántorog. Az a rohadt telefon. Az a rohadt telefon. Bugdácsol! Tévedés! Inog, leng, himbálog. És könyv tudományos híradók végeztével még egy érdekesség. Mr. Leslie Benson Hedges, a kaliforniai Silicon Valley-ben működő LUPAP kutatóintézet mesterséges intelligenciával foglalkozó osztályának vezetője érdekes előadást tartott a minap a Yale Egyetemen. Milán, legyen szíves, itt van valaki, aki nem tud magyarul. Milán, kérlek! Tessék! This new artificial intelligence might lead us to new perspectives in human knowledge. Mi duma? A mesterséges intelligencia új távlatokat nyithat az emberi tudás előtt. Ezt mondja. Én szinkrontolmás tanfolyamat is végeztem. Just finished our research in cube intelligence. Befejezték a kocka memória kutatást. Most meg mi? Success! It's ready. It's
competitive with human intelligence. Teljes a siker. Kész van, és hogy versenyképes az ember intelligenciával. Ez az. Milyen? Kiki. It's inside, microscopic. You can't see it. Ez csak a tokja, az izé benne van, mikroszkópa. Tiszta Amerika! Szerintem humbug! Ez lesz a jövő. Teljesen átalakítja majd a gondolkodást. And those who cannot follow this revolution of intelligence will be reduced to a level of some Amazonian Stone Age tribe. És azok, akik nem tudják követni a technológia eme új forradalmát, vissza fognak süllyedni az Amazonas menti kőkorszaki törzsek szintjére. No hesitation. No hesitation. No chaos anymore. All activities performed in the shortest, most effective way. Nincs zavar, nincs többé káosz. Mindenhez tiszta, egyenes út vezet. Minden tevékenység a lehető legrövidebb és leghatékonyabb módon. No, akkor konzervet is lehet vele nyitni. What about the tin opener? Tin opener? Not my department. But perhaps, yes, I think they will be opened by laser technology. Nem az ő asztala, de szerinte lézerrel fogják nyitni. Ha? Lézerrel mi? Na azt még megvárom. Látja a kezé, utálom, előjönnek a tévéből, sózzon már valaki a tetejére. Különben is, hogy érti ezt az egész amazonasi törzseket ott a kőkori szinten? Majd mesztelenül fogunk járkálni, vagy mi? Are we going to be naked? Naked? But artificial intelligence... Shhh! Hogyha ennyi tud a jövőről, kérdezze meg, hogy mi lesz Jemennel? What about Yemen? Yemen? For God's sakes, artificial intelligence is the theoretical approach to the future. Hát, hogy a mesterséges intelligencia a jövő elméleti megközelítés. Elméleti. Hát elméletekkel azért elég jól vagyunk látva. És lesz nyugdíje mellett! And the pensions? Any planned raising? Pensions? Excuse me. Is this the Yale University? Azt kérdezi, hogy a Yale Egyetemen van. Mondja meg neki! Hát nem is tudom, hogy... Nem ott van! No, it isn't. Where am I? In Hungary. Where is that? In Central Europe. Is that behind the Iron Curtain? Well, you can say so. Mi trafikálom? Kérdezte, hogy most hol van. Hát mondtam, hogy itt. Kérdezte, hogy az hol van. Hát mondtam, hogy itt. Ah, just a moment. Évedés. Oh God, tell them I'm sorry. Tell them it's been an accident. Mi a baj? Szabadkozik, azt mondja, hogy ez szerinte csak egy véletlen üzemzavar lehet. Excuse me, can you tell me a valid synonym for to shovel? To shovel. Shovel. Yes! No, sorry, bye. Never mind. Megvan! Sándékám, nem tudom meg, ha
hazamennünk. Az egyetlen lehetséges állítmány megvalt, alázsoborgott. Ilyes! Hogy mondta azt? Mi az? Hát alázsoborgott. Micsoda? Honnan? A triplán. Füstölökbe zsoborgott alá a magasból. Ilyes szó nincs. Hát azt tudni. Hogy ne lenne? Keresse ki az értelmezőből. Mégis, megvan most már, hogy mit állítok. Azt állítom, hogy alá zsoborgott. Aha, alá zsoborgott, zsoborgott alá, alá zsoborgott. Hogy alá zsoborgott. Hát ez abszurdus. Amúgy nem hangzik rosszul, olyan, mint a doromból. Nekem tetszik. Milyen féle szó ez? Az egyetlen. Az összes többit kihajítottam, szórtam, dobtam, belderítettem a francba, mint ez az egy maradt. Elmegy, de értelme speciál nincs. Nagyon sajnálom, sajnálom, de csak ez az egy szó maradt. Na, a pilóta tehetetlenül vergődött a szűk pilóta fülkében, és a triplán füstölökbe a női partőrség szeme láttára alázsoborgott a magasból. Na! Kész van! Mondja már valaki, hogy tévedés! Színészeinket és a rendezőnket, és kérem, hogy még egy nagy tapsal köszöntsük őket. És akkor sorba mennék. Szamosközi Ádám.
szerepében Molnár László. Szervezőket, valentíreket, hogy gyorsan jöjjenek fel ide hozzánk, hogy hat kapjanak egy óriási tapsot ezért a hétvégéért. Rettenetesen hálások vagyunk azért, hogy ezt meg tudtuk teremteni, és nélkületek ez nem jöhetett volna létre, úgyhogy sok szeretettel várunk önkiteket itt a színpadon. Pedig rendet kapjuk! Ja. Hiszem a bort! A sok szeretetet és ezt az életre szóló élményt, amit kaptunk a Vancouveriektől. Természetesen ez egy óriási csapatmunka volt.
Molnár Csillát, Molnár Laci, Horváth Brigittát, Csicsman Ildikót és Szegletes Dorkát szeretném kiemelni. Nélkülük semmi nem jött volna itt létre, és én ezt őszintén mondom, hogy ez egy csodálatos csapatmunka volt. Mindannyiunk számára egy óriási élmény volt, és nagyon nagy reményekkel nézünk a jövőben, és reméljük, hogy ez folytatódik tovább. Rengeteg önkéntes segítségére szorultunk, akik közül többen bizony jó pár napig, 4-5 napon keresztül dolgoztak itt velünk. A Herceg Misit szeretném külön kiemelni, hiszen a technikát ő irányította föntről. Ennek a takarítás, nagyon szépen köszönjük mindenkinek, főleg a Magyar Háznak, hogy helyet adott nekünk erre az eseményre. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek. És természetesen nincsen fesztivál nézők nélkül. Hálásan köszönjük a folyamatos támogatást, és reméljük, hogy szép élményekkel térnek haza, és máshol is megtisztelnek minket a részvételeket. Köszönjük a szíves támogatásokat még egyszer! Jó éjszakát!